Tegnap késő este tetőzött a Bakonyér vízszintje. Az elmúlt napok rendkívüli mennyiségű csapadéka miatt megduzzadt patak, néhány helyen elöntötte a közeli úttestet és a járdákat, másutt a csapadékcsatornák nem bírták elvezetni a nagy mennyiségű vizet, de katasztrófa helyzet sehol nem alakult ki a városban. A víz már éjjel apadni kezdett. Tegnap kora délután ez a kép fogadta a Tarci utca végén járókat. Ma délelőtt pedig ilyen képet mutatott a Bakonyér. Dr. Áldozó Tamás polgármester végig egyeztetette a szakemberekkel, és a helyszínen tájékozódott az áradásról. Csillag István parancsnok úrral jártunk azokon a helyszíneken, ahol a legnagyobb veszély látszott kialakulni. Ilyen volt a Tarci utca, az Eszterházi útnak az első része, illetve ilyen volt a Hódoska utca környéke. Az látszódott, hogy a rendkívül magas vízállás miatt sok terület, utca, járdaszakasz víz alá került. Ilyen víz alatt lévő területek voltak, például a Ligetkert utca eleje, ahol a Malomárokba visszaduzzadt a víz, és így elöntötte azt a térséget. De a Dózsa-György utcán is a zárkókból visszaduzzadó víz, vagy az elfolyni nem tudó víz összegyűlt a járdának a Bakonyér felőli oldalán, illetve a Tarci utcában, Tarci utca végén egészen a házaknak a lábazatáig kiömlött a víz. A telítődő meder rendkívüli beavatkozást nem igényelt. Ezt már Csillag Istvántól, a pápai katasztrófa védelmi kirendeltség vezetőjétől tudtuk meg ma délelőtt. Este 11 óra körül tetőzött a Bakonyér. Ennek vonatkozásában azt tudom elmondani, hogy lokálisan kellett védekeznünk a város területén. Elsősorban a Ligetkert utca, Hódoska utca környékén folytattunk védekezést a lakosokkal, illetve a várossal egyetemesen. A zátszivárgó vizek ellen kellett védekezni néhány homokzsákkal, illetve egyéb más tűzoltótechnikai eszközökkel kellett beavatkozni. Mennyire volt veszélyes vagy katasztrófa helyzet? Én régen láttam ekkorának a Bakonyért, de azt tudom mondani, hogy ez a vízmagasság még nem érte el azt a szintet, ami közvetlen veszélyt okozott volna a környéken. Dr. Áldozó Tamás úgy fogalmazott, az érintett utcákban élők fegyelmezetten, nyugodtan közreműködtek a védekezési munkákban. Az Eszterházi úti társasháznál jártunk, ahol a lakók az udvaron szintén figyelték a víznek a mozgását. Ott igen nagy tapasztalattal rendelkeznek, mivel ez egy visszatérő probléma ott az udvarban, hogy a víz hol több, hol kisebb szakaszon kilép a medréből. Ott homokzsákokat vittünk, és a lakók a homokzsákokkal aztán ezt a veszélyt el is hárították, illetve a Hódoska utcából szintén az ott lakók kint voltak az utcán, és segítettek elhárítani a bajt, ővelük beszéltünk, és azt láttam, hogy nagyon fegyelmezetten működtek együtt a katasztrófa védelemnek a munkatársaival. A városvezető és a katasztrófa védelmi kirendeltség vezetője is azt hangsúlyozta, megerősített szakszemélyzetre és polgári védelmi beavatkozásra nem volt szükség az éjjel. Nem volt szükség arra, hogy akár a katasztrófa védelem, akár a polgári védelem oldaláról mozgósítani kellett volna többletenergiát, többletforrást. A Bakonyér tegnap éjjel óta folyamatosan apad, a meteorológiai előrejelzés szerint pedig nagy mennyiségű csapadék nem várható a következő napokban. A Szent Anna templomban a külső és belső felújítást most a mellékoltár restaurálása követi. A Jézus szívének szentelt neoromán stílusú mellékoltár az 1900-as évek elején készült. Aranyozása, díszítése már megkopott, ezért döntött úgy Salgó Ferenc kanonok plébános, hogy elérkezett a felújítás ideje. Tavasszal kezdődött el a felújítás. Először elemeire bontották a mellékoltárt. 100 éves ez a mellékoltár. Az idők során azért részben az anyag, a faanyag is, meg a díszítő elemek is megkoptak, vagy meggyengültek, például a villamos rész teljesen ki kellett cserélni, villamos hálózatot elavultak. Aztán vannak olyan részei, amelyeket cserélni kellett, vagy megerősíteni. Tehát ilyen alapmunkák, amik nem voltak annyira látványosak, először inkább rombolást látszott, mert a díszítő elemeket leszedtük, és azokat a műhelyben lettek aranyozva. Csekőné Ruf Ilona restaurátor végezte el a felújítást nagy örömmel, hisz még édesapja készítette több mint 100 évvel ezelőtt ezt a mellékoltárt. Most már tulajdonképpen csak az utolsó simítások vannak hátra,
a díszítő elemeket helyezik fel. A felújítás a hívek adományaiból valósul meg. 1,5 millió forintba kerül a teljes kiadás, több mint 100 család eddig már hozzájárult, és több mint 800 000 forint adomány összegyűlt. Bízunk benne, hogy még inkább, amikor már látható lesz, hogy milyen, mennyire megszépült, mennyire más lett, és valóban szükséges is volt ez a felújítás, még inkább még az többi hátralévő rész az adományoknak is összejön, majd bízom benne. Salgó Ferenc kanonok plébános elmondta, hogy október 5-én a 9 órakor kezdődő Szent Misén szentelik fel az elkészült mellékoltárt. Ismét a régi helyszínen, de még gazdagabb gasztronómiai és kulturális kínálattal várja a látogatókat a Pápai Csülök, Cicege és Bor Fesztivál. Az Eszterházi kastély udvarában szeptember 10 és 14 között finom borokat kínálnak az ország 7 borvidékéről érkező gazdák, valamint lesz cicege és csülök is változatos módon elkészítve. Mindehhez változatos színpadi produkciókat is kínálnak a szervezők. 2011-ben volt először a kastély udvar a bornapok helyszíne. Az volt az első olyan alkalom, amikor szerdától vasárnapig tartott a rendezvény. És nem csak a Somlóról, de az ország számos borvidékéről érkeztek boros gazdák. Aztán 2012-ben bővült a kínálat a cicegével, s idén válik teljessé a gasztronómiai repertoár, s fesztivállá a program, mondta dr. Áldozó Tamás polgármester a sajtótájékoztatón. Mondtuk, hogy majdnem minden település csinál valamiféle gasztronómiai rendezvényt, és majdnem minden település azt a étel specialitást kínálja fel, ami csak rá jellemző, és mi úgy gondoltuk, hogy a cicege, még hogyha más néven máshol ismerik is, az igazából a mi városunkra jellemző. De már akkor is mondtuk, hogy következetesen szeretnénk építeni ezt a rendezvényt, és kikerekíteni úgy, hogy egy olyan városhoz méltó rendezvény lehessen belőle gasztronómiai rendezvény, amelynek van ugye egy nagy húsipari társasága, ugye a Pápai Hús. Éppen ezért ebben az évben éri el a kezdetben megcélzott méretet és kínálatot ez a az esemény. Így a név Pápai Csülök, Cicege és Bor Fesztivál, melyre 7 borvidékről érkeznek gazdák, s természetesen lesz finom pálinka is. A gasztronómiai fesztivált kiegészítik a kulturális programok, ahogy korábban, most is 2 színpadon. Az egyik célunk az volt, hogy abban a gazdag gasztronómiai kínálatban, bor és pálinka kínálatban, amely megjelenik a rendezvényen, hogy egy kellemes kikapcsolódást tudjunk biztosítani minden ide látogató számára, legyenek ezek egyéni érdeklődők, felnőttek vagy akár családok. Így aztán minden korosztály számára kínálunk valamit. A másik szándékunk pedig az volt a kínálat összeállításával, hogy a bormustra mellett egy értékmustrát is adjon ez a rendezvény. Ahogy polgármester úr is említette már, azt gondoljuk, hogy ez a fajta kulturális kínálat megállja a helyét az országos fesztiválok sorában is. Itt lesz például a Magyar Állami Népi Együttes, Péter Fibori és a Budapest Bár is, de a kulturális értékeket képviselő helyi csoportok is részt vesznek a fesztiválon, mondta Balogné Uracs Marianna. Tehát Pápai Csülök, Cicege és Borfesztivál szeptember 10-e és 14-e közt az Eszterházi kastély udvarán. Néhány helyen még mindig lehet zápor, zivatar, de holnap már több órára ismét kisüt a nap. Az időjárás részleteivel néhány másodperc múlva jövünk. Holnap északkeleten várhatóan több órára kisüt a nap, másutt erősen felhős és napos időszakok egyaránt lesznek. Elszórtan, nagyobb eséllyel délen és nyugaton számíthatunk záporra, zivatarra. Az északkeleti-keleti szél helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 25 és 30 fok között, nyugaton, délnyugaton helyenként 25 fok alatt alakul. Kedves nézőink, ez volt a Híradó szerdán. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!